2013. januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg a működését. Az új szervezetek az államigazgatási feladatokat veszik át a jegyzőktől. A közigazgatás az gazdasági tényező, és éppen ezért vágtunk bele ebbe a nagy átalakításba, hiszen fölismertük azt, hogy például a vállalkozók nagyon komoly hátrány szenvednek annak eredményeként, hogy össze-vissza küldik őket a hatóságok, és neki kell rohangálni annak érdekében, hogy elintéződjen az ügy. Ez az egyik, a másik, hogy rendkívül bonyolult volt, és nagyon időigényes volt az egész folyamat, és éppen ezért a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók nagyon komoly hátrány szenvedtek. Összehasonlítottuk egyébként még a választásokat megelőző időszakban, hogy mondjuk tőlünk nyugatra hogyan csinálják ezt, és hát kiderült az, hogy a nálunk 42-43 államigazgatási szervvel működő rendszer helyett ott 20 alatt működik a rendszer. Sokkal gyorsabban folynak az ügyintézések, sokkal átláthatóbb az egész folyamat, kiszámíthatóbb, és éppen ezért jobban is működik. A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést. A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként működnek majd. A járásoknak az a lényege, hogy a bürokratikus ügyek intézése, magyar a papírügyek intézése miatt minél kevesebbet kelljen utazni. Most egy átmeneti év következik, a 2013-as év, aminek a végére föláll a kormányablakok rendszere. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 65-tel szemben 2300 ügyben lehet bemenni a kormányablakba, ügyet intézni. Magyarul mindenhol, ahol eddig okmányiroda volt, ott lesz kormányablak, sőt még annál több helyen, szám szerint 33 a megyében. A hivatalokban ettől kezdve, tehát a járáshivatalokban és a szakigazgatási szerveknél csak is kizárólag az érdemi ügyintézés zajlik majd, határozathozatal, fellebbezés, elbírálás és egyebek, és a kormányablakban pedig csak és kizárólag az ügyfelekkel való kapcsolattartás reggel 8-tól este 8-ig, az ott dolgozó kollégák magas konfliktustűrő képességgel rendelkeznek, és elegáns ruhában, egyenruhában vannak. Ez eredményezi azt, hogy megszűnik az a fajta vándorlás, ami az elmúlt évtizedeket jellemezte, ha el akartunk mondjuk egy útlevelet intézni, ha el akartunk mondjuk egy nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási vagy egyéb ügyet intézni. A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól tavaly szeptember 1-én döntött a kormány, idén nyáron pedig a járási központokat is megnevezték már. A kistérséget alkotó 13 település egy járás lesz Szentendrei központtal. Úgy gondolom, hogy sok mindent jelent a városnak, hiszen teljesen új struktúrát. Most nagyon sok kihívás, változás van előttünk, ugye a reorganizációról már ezerszer beszéltünk, de ez is egy újszerű változás, hogy a hatósági feladatok közül oly sok és oly alapvető, ami a lakosság széles köreit érinti, akár a gyámhatóság, akár az okmányiroda, hiszen az összes útlevél, személyigazán minden náluk készül, az át fog menni a járási kormányhivatalba. Tehát most a lakosság ügyintézése egy másfajta mederbe fog, mondhatnám azt, terelődni. Bízom abban, hogy ahogy eddig is, most továbbra is sokkal hatékonyabb lesz az együttműködés, és a lakosság ebből csak annyit fog érezni, hogy jobb, gyorsabb a kiszolgálás. A járási szerződést minden térségi polgármester aláírta az ünnepélyes ceremónián. Úgy néz ki, hogy mint második legnagyobb település a járásban, így a második legnagyobb feladatcsomagot is Pomáz városa kapta. Nálunk ez a hivatalból nagyon sok ember átintegrálását jelenti a kormányhivatalba, illetve aki már járt Pomázon a városházán, az alsó szint, az teljes mértékben átkerül a kormányhivatalhoz mindenféle felszereléssel, technikai eszközzel együtt. Hát ugye főképp az okmányiroda, a gyámhivatal és ehhez tartozó feladatkörök, illetve az építéshatóság az így a Szentendrére kerül, és hát nagyjából ezek a fő csapásirányok, de sok apróság is még át fog kerülni. Ez főleg majd az új átadandó feladatok és az emberek tükrében majd a kormányhivatal vezetése fogja meghatározni, hogy Pomázra, arra 27-28 álláshelyre, ami ott fizikailag kialakításra kerül, hogy kik fognak jönni dolgozni. Azt már nagyjából tudom, hogy két részben kívánják az okmányirodát működtetni, délelőtt és egy délutáni állapottal. Az azt jelenti, hogy reggel 8-tól este 8-ig véletőleg Pomázon lesz okmányiroda.
A kistérségi társulás az év végével megszűnik. A 13 település vezetői több mikrotérségi csoportosulásban gondolkodnak a jövő évtől kezdve. Ugye, hát vannak a városok. Ugye a Szentendre, Pomáz, pár éve Budakalász is város. Ott van Visegrád a maga királyi városi státuszával, ugye. Mások a lehetőségek, a pályázati lehetőségek, ugye ők egész másba gondolkodnak. Ott vannak a pilisi települések, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló. Ott van Dunabogdány a maga zárd sváb településével, és ott vannak a szigeti települések, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor és Leányfalu az árvízzel. Ugye? Tehát mindenkinek megvan a maga baja, egészen másképp mondjuk a Pilisszentkereszti polgármestertársamnak, Lendvai József polgármester úrnak, ugye neki a télen a hó, a csúszós út, a relatíve megközelíthetetlenség, ugye nekünk meg az árvíz, ami a gondunk. Szóval ezt most bízom benne, hogy ha ilyen mikrotérségben lehet gondolkodni, akkor a közös ügy, a közös problémák, a közös örömök inkább összetartják, összekovácsolják a településeket. A Szentendrei Képviselőtestület legutóbbi ülésén arról döntött, hogy a partházban biztosít helyet a járási hivatalnak. Azt még nem tudni azonban, hogy a 2013 év végéig kialakítandó kormányablak hol lesz Szentendrén.